Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén tekintettel a keresztelésre a 329. ének második versét fogjuk énekelni fennállva. 329. énekünk második versét, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Az Atya, a Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten és az ő gyülekezete nevében köszöntünk benneteket, testvéreink, akik elhoztátok gyermeketeket, hogy a Szent Keresztség által ő is befogadtassék Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba. Veletek együtt köszönjük meg Istennek a kisgyermek életét, az édesanyja megőrzött és megtartott életével együtt. És azt is hozzátesszük hálaadásunkhoz, hogy végre megtörténhet ez a régen várt alkalom, jó atyánk irgalmából. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte, alapította meg a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részének 18. és következő verseiben így van ez megírva. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Hadd hangozzon az ige még egy másik helyről is. A 127. Zsoltár 3. verséből, ahol is ez van megírva, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves család, akik kisgyermeket neveltek valaha, vagy éppen nevelnek a jelenben, nagyon jól tudják, hogy ha beszélgetnek a kismamák, családok egymással, akkor második, harmadik, negyedik mondatnál már arra terelődik a szó, hogy na és mi a helyzet az éjszakákkal, lehet-e pihenni, vagy nem lehet, hogyan alszik a kisgyermek, hogyan lehet segíteni neki abban, hogy békességben, nyugalomban teljenek ne csak a nappalok, hanem az éjszakák is. Nyilván gyermek és gyermek különbözik, ugyanannak a két szülőnek a gyermeke sem egyforma, és ezzel együtt nyilván az éjszakák is különbözőek, egy ideig így van, aztán amúgy van, sok ebben a változás. Azonban az egész életünkben elkísér bennünket, függetlenül attól, hogy kicsi vagy nagy gyermekünk van, vagy éppen ha valakinek nincsen gyermeke, akkor is igaz, hogy amikor valami szomorúság, nehézség van rajtunk, akkor az éjszakák általában sokkal nehezebben telnek. Ilyenkor az ember sokkal magányosabbnak, tehetetlenebbnek érzi magát. Az az ige, ez 127. Zsoltárból, amelyet elmondtam, felolvastam, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget, az éppen erre a kérdéskörre reflektál. Szeretnénk a gyermekünket biztonságban tudni, a keresztségnek ez egy nagyon-nagyon fontos része, hiszen itt nem ő maga a cselekvő, egész pontosan, ha nézzük, még nem is ti vagytok a cselekvők, hanem az élő Isten, hiszen ő az, aki itt a legtöbbet teheti értetek és a gyermeketekért is. Tehát fontos dolog, amit ez a Zsoltár vers mond, hogy miközben mi alszunk, vagy éppen aggódunk és teljesen tehetetlenek vagyunk a dolgainkat illetően, mert éjszaka van, mert nem indulhatunk, mert nem tudunk semmit tenni,
az Isten még akkor is bőségesen meggazdagítja azokat, akik bíznak benne, akiket ő szeret, és akik őt szereti. Tehát a fontos üzenetünk ma ez, hogy olyan Úrhoz hoztátok a drága gyermeketeket, a legnagyobb és legbölcsebb döntéssel, aki akkor is tehet érte és értetek, amikor mi magunk már régen egyáltalán nem is tudjuk, hogy egyáltalán mit kellene tenni. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, lehetnek sajnos veszélyek is az életünkben, de lehetnek egészen hétköznapi problémáink is, az biztos, hogy valamilyenek szinte mindig vannak. Nagy-nagy üzenet tehát, hogy az az Isten, aki szereti a gyermeketeket, aki szeret titeket, álmában is ad azoknak, akiket ő szeret. És a keresztség jele tulajdonképpen nem más, mint Isten irántatok és gyermeketek iránt való szeretetének a kézzel fogható jele. Ez a szentségeknek a lényege, elégszer nem lehet ezt hangoztatni, különösen a mi puritán református vallásunk szerint, ahol ugye eleve nem is valljuk azt, hogy valamiféle anyagokon, szobrokon, vagy krizmán, vagy egyében keresztül az Isten szentsége a mi életünkbe be tudna jönni, még az úrvacsorát se azért esszük, hogy annak az anyaga, a kémiai anyaga mi bennünk bármit idézhessen, vagy előidézhessen. Tehát a szentségek lényege éppen ez, hogy kézzel fogható, átélhető, látható, sok tanú előtt történő ige hirdetés és valamiféle ígéret megpecsételés, úgy a keresség, mint az úrvacsora. Hát ezért nagy dolog, hogy akit Isten szeret, annak álmában is ad eleget, az ő irántatok való szeretetének pedig a csalhatatlan, tökéletesen biztos jele az, hogyha gyermeketek a keresség szentségében részesül, ahogyan ti magatok is részesültetek annak idején. Szeretettel kívánjuk, hogy sok-sok izgalomban, tennivalóban, vagy éppen a pihenésnek az idején is tudjatok mindig boldogan gondolni arra, hogy az élő Isten megmutatta, kimutatta, igazolta, hogy számon tart és szeret bennünket, őrá valóban számíthattok, és számítsatok is. Amen. Most pedig a gyülekezettel együtt valljátok meg hiteteket, elmondva az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Áldja meg a mi Urunk szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Adjon a mi jó atyánk testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és szüleinek, keresztszüleinek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük, ígérjük. Segítsen a mi Úrunk szent lelke fogadalmaink teljesítésében. Most pedig imádkozzunk. Mennyei atyánk, a te nagy szereteted és kegyelmed pecsétje, ami Urunk Jézus Krisztus, akiben megváltást és tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni akarod gyermekeinket is. Kérjük, segíts, hogy úgy tudjuk nevelni a kisgyermeke, hogy nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, minden ember számára áldás legyen az ő élete. Légy mindnyájunkkal, és hallgass meg mindig szívünk hálás imádságát és alázatos könyörgését. Ámen.
Dalkat keresztelnek téged, Atyának, Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Istennek minden ígérete és gyermeketeké, akit elhívott, elpecsételt magának a mai napon az Úr, a mi Istenünk. Ámen. Kérjünk áldást a család életére a 134. Zsoltárunk 3. versének éneklésével. Megáldjon téged az Isten! Kívánunk sok örömöt és áldást a jövendőben is. Foglaljunk helyet, folytassuk az Isten tiszteletet. A 241. dicséretünknek a verseivel. Mai napon Szent Háromság vasárnapja van a Nyugati Egyházban, és éppen ezért a Szent Háromság titkával fogunk foglalkozni az igehirdetésben is. A 241. éneknek, tehát mind a 4 versét énekeljük el. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megvan írva az 1. Korintusi Levél 12. fejezetében, az 6 versben. Az 1. Korintusi Levél 12. részének az 6 versét olvasom. A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek.
Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Szentlélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is. De Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. Istenünk szent lelke áldja és szentelje meg ezt a különleges szakaszt, jöjjetek, hívjuk őt segítségül, imádkozzunk. Hatalmas, szent és irgalmas Úristen, te teremtetted a mindenséget, a te tulajdonod az, és te jó akarattal vagy iránta. Minden ember és mi magunk is a te tulajdonaid vagyunk, akiket elválasztottál, hogy tiszteljünk téged, hogy időnkkel és erőnkkel bölcsen gazdálkodjunk, és mint a te gyermekeid egyet értésben éljünk. E vasárnap reggel is azért gyűltünk egybe, hogy erre emlékezzünk. Tudjuk és nem feledjük, milyen sok ellentmondás, szembeszegülés, érzéketlenség, hozzá nem értés és okoskodás van az életünkben. Bocsáss meg nekünk, és ne tégy velünk úgy, amiként megérdemelnénk. Sőt, magad dönts le azokat a falakat, amelyek tőled és egymástól elválasztanak. Ebben az órában is cselekedd ezt velünk, Istenünk. Add, hogy semmi hamisat ne mondjunk, és semmit félre ne értsünk. Légy türelmes, erőtlen imádságunk és éneklésünk iránt. Bizonyára sok mindent elrontunk, de a te angyalaid jóvá teszik azokat. Mindezek ellenére is maradj velünk, és légy kegyelmes hozzánk. Eként cselekedj mindenhol, ahol a te néped vasárnaponként egybegyűlik. Most is erre kérünk téged, amikor a te szent fiadnak, ami Urunk Jézusnak nevében segítségül hívunk. Könyörögve kérünk, a te jóságoddal legyél itt közöttünk. Légy, ami vigasztalunk az Úr Jézus ígérete szerint. Amen. Az énekelt imádság a 275. dicséret, 275. énekünknek az első verse. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi, János első levelében van megírva, a második fejezet 22. és 23. versében. Tehát János első levele második részének 22. és 23. versét olvasom. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Foglaljunk helyet. Ki érti a mindenható Szent Háromság titkát? Pedig ugyan ki nem emlegeti? Ha ugyan tényleg azt említi, mert ritka lélek beszél úgy róla, hogy tudja is, mit beszél. Tele a világ peres zajjal, pedig ezt a titkot csak csöndes békében lehet szemlélni. Ezeket a sorokat Ágoston egyházatya fogalmazta meg a Vallomás című művében a Szent Háromságról, hát több mint 1600 évvel ezelőtt.
Egyházunkban sem megszokott az, hogy a gyülekezet tagjai megfelelő mélységű ismeretekkel rendelkezzenek bizonyos komolyabb vallási kérdésekben. Van olyan igehirdető, aki attól fél, hogy a tanítás nem lesz elég érdekes, hogyha valami ilyen nagy hitigasságról szól. Némelyik ige hallgató pedig olykor be is vallja, hogy ő nem a tanulásnak a szándékával, vagy éppen a gondolkodásnak a szándékával megy a gyülekezetbe. Csak hát ez mind a két oldalról nagyon komoly hiba, hogyha válogatunk az igei üzenetek között, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, ezzel foglalkozunk, ezzel nem foglalkozunk. Hiszen nagyon fontos lenne tanulnunk. A reformációnak a lényege éppen az, hogy nincsen külön egyházi meg világi közösség, hanem mindannyian a Krisztus tagjai vagyunk, tehát nincsenek úgymond beavatottabbak másoknál. Nem ugyanannyira vagyunk a felelősségek tekintetében, vagy éppen a tisztségek tekintetében az Isten egyházában igénybe véve, azonban egyformán oda tartozunk, és éppen ezért nagyon fontos lenne az is, hogy minél inkább a hitbeli ismeretekben, gondolatokban előrébb haladjunk. Nyilván más a szolgálata egy lelkipásztornak, más a szolgálata annak, aki hallgatója az igének, azonban Istentől tanulni mind a kettőnek folyamatosan szükséges. Hiszen hogyan imádkozol Istenhez, testvérem, ha nem ismered őt eléggé? Ha mondjuk valaki csak a gyermekkori imádságaira támaszkodik, amit még szüleitől, nagyszüleitől tanult, és remek dolgok voltak ezek akkor, de időközben eltelt néhány évtized. Vagy hogyan mondjuk el, hogy kiben hiszünk, ha valaki megkérdezi? Mondjuk egy gyász esetnél, vagy egy fontosabb döntésnél. Hogyan is hozhatna olyan ember Istennek tetsző döntést, aki nem tudja, hogy egyáltalán milyen egy Istennek tetsző döntés? A protestáns istentiszteletnek, ahol hosszabb igehirdetés hangzik, mert így látjuk ezt jónak, nagy-nagy adottsága az, hogy nem pusztán vallásos élmény kíván lenni, hogy én úgy a magam csendjében, az énekeken, imádságokon, szentségeken keresztül megéljem, hogy hát Isten itt van közöttünk. Szóval nem csak vallásos élmény kíván lenni a mi istentiszteletünk, hanem tanítás is. És ez nem véletlenül van így, erre végtelenül nagy szükség van. Három pontunk címe. Először is nincs más Isten, nincs más evangélium. A második, a hit a Szentlélek isteni ajándéka. A harmadik, Isten szent háromságos léte nem alkú tárgya. Nincs más Isten, nincs más evangélium. Ágoston egyházatyánk tehát azon aggódott, őszinte vallomásainak egyikében, hogy nagyon kevesen vannak az egyház tagjai között, akik valóban érteni vélik, hogy mi is a szent háromság titka. Na de hát erre rá is lehet vágni, amit bizonyára vannak is, akik gyorsan rávágnának, hogy nem kell azt annyira érteni, egy Isten van. Én mégsem javaslom ezt a huszáros megoldást senkinek. Ha nem tiszták az alapgondolatok, akkor mindenféle tévtanításnak be fogunk dőlni. Márpedig itt a hit és a lélek kérdései igazán komoly dolgok. Ez nem olyan, mint az iskola, hogy legfeljebb kapunk egy egyest, és legrosszabb esetben még egyszer kell járni az adott osztályt. Itt nincs osztályismétlés. Ha nem ismerjük Istent, akkor nem tudunk neki engedelmeskedni. És akkor nincs közünk hozzá, és akkor nem vagyunk az övéi. És akkor nincs örök életünk sem. Akkor hiába ültünk itt életünknek akár 70-80 éve alatt minden vasárnap, mert sajnos mégis érintetlenek maradtunk. Az Isten tanítani akar arról, hogy ki ő. És nekünk tudnunk kell azt, amit ő önmagáról mond. Nem csak az ige hirdetőnek, neki feltétlenül, de éppen ugyanígy mindenki másnak is, aki szeretne az üdvösségbe jutni. A Szent Háromságtan ismerete és elfogadása ugyanis életbe vágó különbség a keresztjének és minden más vallás tanítása között. Manapság, amikor tévécsatornák, magazinok, internet minden vallás véleményét szajkózzák, csak a keresztjének kerülnek ritkán, vagy olykor soha terítékre, nagyon fontos lenne tudni, hogy mit tanít a Biblia. Ugyanis nem ugyanazt tanítja, mint amit más vallások. Közkeletű nézet az emberek között, hogy minden vallás végül is ugyanazt az Istent imádja, hiszen csak egy Isten van. Ezt a mondatot
vannak, akik elsütik, amikor Allahról, vagy Krisnáról, vagy egyéb vallások istenségeiről van szó. Szerintük a megoldás a vallások közötti nyilvánvaló különbségre az, ha azt mondjuk, hát egyetlen egy Isten van, mindenki ugyanabban hisz, csak mi Szent Háromságnak hívjuk, a mohamedánok meg Allahnak hívják, Indiában meg Visnunak hívják, stb. Hát a keresztjén embernek azonban a Szentlélek azonnal az eszébe juttatja, amennyiben az illető megtanulta annak idején az első parancsolatot, és nem is felejtette el, abban ugyanis ez áll, ne legyen más Istened rajtam kívül. A kérdés, hogy valóban ugyanaz az Isten, mint csak más a nevük, vagy esetleg az egyik az igazi, a többivel meg nem kell foglalkozni? Nos, ennek a kérdésnek az eldöntésében segít nekünk a Szent Háromság tan. Olyan tanítása a kereszténységen kívül egyetlen másik vallásnak sincs, hogy Isten lényegét tekintve egy, létformáját, maga közlését, személyét tekintve pedig három. Olyan van, hogy Krisna az Visnunak a 8. reinkarnációja. Meg olyan is van, hogy Allah valamiféle teremtő. De Szent Háromság Isten nincsen más vallásokban. Hát már ebből egészen tökéletesen világos, hogy nem lehet ugyanaz az Isten a más vallások istene, mint az az Úr, aki Szent Háromságként mutatkozik be a Bibliában. Mert ha én mondjuk itt Árvavölgyi Bélaként mutatkozom be, Szentendrén meg azt mondom, hogy Kovács Miklósnak hívnak, csak a nevemet megváltoztatom, már akkor is hazudtam. De ha még azt is megváltoztatom, hogy egy vagyok, vagy három, hát akkor már végképp csaló vagyok. Ne feltételezzünk ilyet az élő Istenről. Ha ő a Bibliában, mint Atya, Fiú és Szentlélek mutatkozik be, akkor az azt jelenti, hogy ő Szent Háromság, és akkor ezt tessék elfogadni. Ő egyidejűleg nem lehet másmilyen nevű, és nem lehet másmilyen természetű, vagy éppen egy reinkarnálódó, újra születő személy. Ez lehetetlen. És innentől fogva, mivel tisztáztuk, hogy Isten nem lehet ugyanaz, nem is lehet vegyíteni és keverni a többi vallásnak és a kereszténységnek a tanításait. Ha nem ugyanaz az Isten, nem ugyanaz az üdvösség útja. És egyáltalán van-e üdvösség? Nagy kérdések ezek, mármint a más vallásokra értem ezt. De a Bibliából azt is tudjuk, hogy Isten az Úr és nincsen más. Keresztjén hívő ember tehát ne tekintsen más vallások Istennek mondott személyeire áhítattal, és ne részesítse őket Istennek kiáró tisztelettel. Ezzel ugyanis nem kevesebbet, mint bálvány imádást követ el, ez pedig kárhozatos vétek. Isten kijelentése szerint ő az egyetlen Úr, aki Szent Háromság, akihez hasonló sincs még csak kimondva sem, nem hogy a valóságban. És mindezt nem az egyház találta ki, nem a gonosz lelkészek, a szűkkeblűek a más vallások felé. Mindenkinek joga van abban hinni, akiben csak akar. Viszont a következményekkel éppen ugyanígy mindenkinek számolnia kell. A fentieket, amiket itt az Isten kérdéssel kapcsolatban elmondtam, a Biblia tanítja Istennek a szava. És ha valaki nem ezt hiszi Istenről, akkor onnantól fogva milyen alapon hihetne mindabban, amit Isten a Bibliában mond? És ha mondjuk a keresztény ember nem azt hiszi, amit a Biblia mond, hát akkor ki kell mondanunk, hogy sajnos ő nem keresztény. Nem alku és nem békekötés tárgya az, hogy a Biblia tanításából engedjünk. Manapság erre is lehet ilyen furcsa kísérleteket látni, lehet, hogy eljön az idő, amikor a reformáció egyházaiban ismét az ige igazságáért kell küzdenünk. Minden nemzedék idejében eljön ez az idő, csak nálunk úgy tűnik, ez hevesebb lesz. Az Istennek a szava a Szentírás, és csak Istennek van joga arra, hogy engedjen belőle. Ő azonban nem fog engedni belőle, mert nem azért mondta. Ha ő Szent Háromság, és nincsen más Isten, akkor ezt így kell elfogadnunk. Második pontunk, a hit a Szentlélek isteni ajándéka. Az elsőként felolvasott igében arról volt szó, hogy a néma bálványoktól, tehát a mindenféle vallások nem létező isteneitől elfordult az ember. És a Szentlélek ajándékaként végre megismeri az egyetlen igazi Istent. Senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csak a Szentlélek által.
Nagyon furcsa mondatok ezek itt a Szentírásban, hadd mondjam el, hogy mit jelentenek. Ez a Jézus átkozott, még kimondani is rettenetes, ez a hivatalos megtagadó formula volt, amelyet a zsidó vagy éppen a római hatóság követelt meg a keresztjén üldözések idején. Tehát valakit letartóztattak, hogy te keresztjén vagy, és most rajtad kitöltjük az összes mérgünket, akkor ettől egyetlen egy módon tudott az illető megszabadulni, ha ezt kimondta, hogy Jézus átkozott. Ennek meghagyták az életét, büntetésre kapott. Az ilyen ember megmenekült, viszont kiderült róla, hogy nincs örök élete, mint ahogyan hite sincs, ha ezt a mondatot ő komolyan, vagy bárhogy is ki tudta mondani. Isten szent lelke, ahogyan a pünkösdi készüléskor is hallhattuk, felkészít minden hívőt arra, hogy mit mondjunk az üldöztetéskor. De hazugságra Istennek a szent lelke nem kényszerít, nem is késztet senkit. Hazugság és szent lélek távolabb állnak egymástól, mint tűz és víz. De igaz a mondásnak az ellentéte is itt az apostoli levélben. Aki őszinte szívvel mondja ki, hogy Jézus Úr, hogy az ő Ura, ahogy mi szoktuk mondani, a személyes megváltó, az ezt a Szentlélek nélkül biztos, hogy nem tudja megtenni. Mert azt hinni, hogy egy hétköznapi egyszerű ember, akit keresztre feszítettek, mint egy bűnözőt, valóban az Isten fia volt, hát ez nem egy könnyű dolog. Ehhez kell a Szentléleknek, ami elménket megvilágosító csodája. Hogy hallom Jézus élettörténetét, és nem kételkedem, hanem azt tudom mondani, hogy igen, ez így igaz. Jézus fel tudta támasztani a halottat, meggyógyította a beteget, megtisztította a megszállottat. És igen, meghalt a kereszten, és eltemették. Ez így igaz. Jézus Úr, Isten fia, ugyanaz az Isten, mint aki teremtett. Íme itt a Szent Háromság működése közben. Az Atya által teremtett világban, az Atya emberként megtestesült fiát, az Atya és a Fiú szent lelke segít nekünk felismerni és elfogadni. Mindhárom ugyanaz az Isten, mégis megkülönböztethető egymástól a három létmód, a három megjelenés. Pál azt tanítja, hogy noha a gyülekezetben léteznek különféle kegyelmi ajándékok, és olyanok is vannak, akik nem kaptak semmiféle különleges csodatévő erőt, azért minden hívőben, aki hittel ki tudja mondani, hogy Jézus Úr, éppen ugyanaz a Szentlélek munkálkodik. Aki hisz Krisztusban, ugyanannak az Istennek a gyermeke. És akkor viselkedjen is ennek megfelelően. Végül a harmadik pontunk, Isten szent háromságos léte nem alkutárgya. János apostol a másodjára felolvasott ige szerint még egyértelműbben fogalmaz. Meghúzza a határt az általa igaznak és hazugnak nevezett, a Szentlélek által vezetett és a sátán által vezetett emberek között. Ugye így hallottuk, ki hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Azaz, aki tagadja, hogy Jézus Istennek a fia, hogy maga Isten. Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. És aki tagadja a Fiút, azért nem lehet az Atya sem. Aki viszont vallja a Fiút, azért az Atya is. Láthatjátok, kedves testvérek, itt végtelen könnyű dolga van az igehirdetőnek, a teológusnak. Teljesen önmagáért beszél a szöveg. A Szent Háromság nem alkú tárgya. Hinni Jézusról, hogy ő az Isten fia, hogy ő a megváltó, nem egy kedves ember vagy egy proféta, ez nem mellékes, nem elfelejthető és nem kihagyható dolog a mi hitünkben. Az Atyában és a Krisztusban ugyanis, megmondja János, csak együtt lehet hinni. Nincs olyan, hogy valaki hisz az Atyában, de Krisztusra nemet mond. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az illető nem a Szentlélekre hallgat a hitében, hanem valami vagy valaki másra. A Szentlélek ugyanis azt tanítja, ami az igében le van írva, hogy Krisztus ugyanaz az Isten, mint a Teremtő Atya. De megkerülhetetlen, ugyanis Jézust, ami megváltásunkra és önmaga bemutatására küldte el közénk az Isten, az Atya Isten. Tehát aki nem fogadja el Krisztust, az Atya Isten szándékára mond nemet. Őt sem fogadhatja el,
felülbírálja az Isten döntését. És azt, akit Isten igaznak jelentett ki, azt az ilyen ember mellékesnek, vagy éppen hazugnak, kitaláltnak tartja. Hát ezért nincs átjárhatóság a vallások istenei között keresztjén szempontból. Ugyanis maga a mi Istenünk tiltja meg ezt az utat. És akit az ő szent lelke vezet, és aki hallgat a szent lélekre, az nem is ringatja magát ilyesmiben, hogy tulajdonképpen egy Isten van, csak különféle módon nevezik a vallásokban. Egy Isten van, de nem a különböző vallások útján lehet őt megtalálni, hanem Jézus Krisztust szemlélve, és elfogadva az ő kijelentését, a Bibliát. Ezt Isten akarja így. Mi pedig nem bírálhatjuk felül, és legjobb, ha nem akarjuk jobban tudni az igazságot ő nála. Kedves gyülekezet, a pünkösdöt követő vasárnap Szent Háromság vasárnapja az egyházban. Karácsony, húsvét és pünkös csodáiért ebben az egy ünnepben még egyszer hálát adhatunk. A Szent Háromság titka, hogy Isten lényegét tekintve egy. Tehát egyetlen Istenben hiszünk, és nem háromban. Személye szerint viszont ez az Isten önmagán belül három. Úgy, mint Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem mellékes, nem elfelejthető, nem megkerülhető keresztjén tanítás. Ennek a megértésén és elfogadásán az üdvösséged múlik. Hiszen aki tagadja a Fiút, elmondta János, azért nem lehet az Atya sem. Mert a Szentlélek tanításával ellenkező úton akar az ilyen ember járni. Testvérem, a Szent Háromság titka ugyanakkor mennyei titok. Emberi ésszel a maga teljességében nem érthető meg. Mert ami egy az egy, ami három az meg három. Mi nem látunk erre példát, és nem is tudjuk felfogni. Azonban amennyit szükséges tudnunk és értenünk belőle ahhoz, hogy higgyük, azt megadja a Szentlélek. Nem kell tehát megfejteni. Az ugyanis eddig még egyetlen embernek sem sikerült. Egyébként, ha belegondolsz, még jó is, hogy az az Isten, aki a szavával világot teremtett, nem fejthető meg a mi egyszerű hétköznapi gondolkodásunkkal. Hiszen akkor már nem is lenne Isten. Akkor voltak éppen már csak egy hozzánk hasonló ember lenne, ha mindent meg tudnánk érteni, ami ővele kapcsolatos. Felfogni tehát nem tudjuk, hogy hogy lehet egy az, ami három. Hinni azonban tudjuk, hogy ez lehetséges, ha az Isten mondja. És végül is ez a lényeg itt. Kérd hát Istent, hogy segítsen elfogadni, segítsen egész életedben eszerint gondolkodni, hogy ő egy Isten, de három formában él és jelenik meg a világban. Nem azonos más vallások isteneivel, mert ő egy, a Szent Háromság. Higgy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Ámen. Végtelen irgalmú Urunk, köszönjük neked, hogy annak ellenére, hogy te mindenben egészen más vagy, mint mi magunk, mégsem akarsz elrejtőzni előlünk. Pedig erre is minden okod meg lenne, hiszen nem bizonyultunk jó gyermekeidnek. Köszönjük, hogy ennek ellenére mégis a szereteteddel halmozol el. És éppen ezért mi is leginkább arra figyelhetünk, hogy milyen végtelen nagy is a te jóságod. Erre van szükségünk. Arra, hogy az éjszakánkban is bízhassunk benned, azaz olyankor, amikor már tehetetlenek vagyunk. Arra, hogy tanácsolj bennünket, hogy milyen döntést hozzunk. Arra, hogy segíts, hogy hogyan rendezzük be az életünket. Hogy mi az, aminek helye van benne, mert neked is tetszik, és akkor az jó és jó eredményt fog szülni. És mi az, amitől el kell búcsúznunk, mert kárvallottjai leszünk. Köszönjük, hogy a mai napon arra emlékeztettél és arra tanítottál, hogy a te Szent Háromság léted tökéletesen egyedülálló az egész világon. Urunk, manapság olyan sokan hirdetik fennen és büszkén a maguk vallását, amit nyugodt szívvel meg is tehetnek, de könyörögve kérünk, segíts meg bennünket, hogy a legnagyobb tisztelet mellett is igyekezzünk tőled megtanulni, hogy ki vagy te, és ha megértettük a te jóságodat és ismerünk téged, akkor ehhez úgy ragaszkodjunk, mint az igazsághoz magához. Könyörögve kérünk, így áld meg a gyülekezetünknek minden egyes tagját, kisebbektől a nagyobbakig, fiatalabbaktól az idősebbekig, tisztviselőktől a gyülekezet tagjaiig kérünk mindnyájunkat, erősíts meg,
hogy amikor a mi hitünkről számon kérnek bennünket, kedvesen vagy éppen rossz szándékkal is, akkor valóban tudjunk a te lelked által választ mondani. Kérünk segíts, hogy ne guruljunk dübe, kérünk segíts, hogy tudjuk fékezni magunkat, ugyanakkor kérünk add, hogy mindaz, amit tudhatunk rólad, az ne legyen előttünk egy ismeretlen halmaz, hanem add tudjuk előhúzni azt az egy-két szót, mondatot, amellyel a mi hitünkről bizonyságot tehetünk. Így adunk hálát azért is, hogy a Szent Háromság titkát felfedezhette a keresztjén egyház, hogy a Szentíráson keresztül érthetjük ma is, hogy mit jelent, hogy te egy Isten vagy három létmódban. Könyörögve kérünk, így áld meg tehát mindnyájunkat, hogy benned reménykedjünk, és tőled várjuk mindazt a jót, amit te megígértél, és amelyet meg is adsz a benned bízóknak. Könyörögve kérünk, így áld meg a fájó szívű családot, akik szerettük, ravatala mellett kellett, hogy az előző napon tegnap megálljanak. Könyörögve kérünk, hogy vigasztald őket és erősítsd. Kérünk, így áld meg a családot, akik boldogan érkeztek, sok-sok minden után, hogy itt a te hajlékodban megköszönjék drága gyönyörű gyermeküket, és a te figyelmedbe ajánlják őt ezen a konkrét módon is, hogy hadd részesüljön a keresség szentségében. Áld meg, atyánk, ezt a családot, és őrizd meg őket a te jóságod szerint. És kérünk, segíts lelkeddel, hogy mindannyian benned reménykedve éljék ezt az életet. Így áld meg gyermeküket is, hogy a te utadon járva ő is majd valóban a te dicsőségedre élhessen. Kérünk, hogy így áld meg egész egyházunkat, így kiáltunk az egész egyház szolgálattevőjét, vezetőjét és minden egyes tagjáért. És azokért is, akik szerte a világon ma Szent Háromságos létedért adnak hálát, jó atyánk. Kérünk, áld meg mindnyájunkat, hogy te benned teljes egységben hadd tudjunk megvallani, hirdetni téged a világnak, mint akiről mi sziklaszilárdan hisszük, hogy te vagy a megoldás ennek a világnak minden egyes fájdalmára. Kérünk, legyél a mi egyéni életünkben is megoldássá, segíts, hogy benned megnyugodhassunk. Kérünk, legyél a betegek gyógyítója. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik az elmúlt héten az úrvacsora szentségéhez járulhattak, hogy ígéretüket, ígéretünket megtartva éljünk ebben a világban, a te dicsőségedre kérünk, hogy irgalmazz, tisztogasd a mi életünket minden bűntől és szeretetlenségtől. Kérünk, hogy áld meg magyar nemzetünket határokon innen és túl. Kérünk, áld meg testvérgyülekezetünket, Nyárád magyaros közösségét, illetve kérünk, hogy áld meg a felvidéki, a délvidéki, a kárpátaljai testvéreinket, és a távoli Hollandiában élőket is. Készítsd el, kérünk, a velük való találkozást. Könyörögve kérünk, áld meg a földeken munkálkodókat, hadd, hogy ne legyen az ő munkájuk hiába való, te oltalmazd a termést, és kérünk, te gondoskodj arról, hogy a jövendőben is legyen majd betevő falat azoknak, akik munkálkodnak, és mindazoknak, akik tőled kérik és várják, akik hiával vannak az ételnek. Kérünk, hogy erősíts és őrizd meg mindnyájunkat, csak te tudod, hogy mi vár ránk a következő napokban, hetekben, éppen ezért a te figyelmedbe ajánljuk magunkat, és arra kérünk, legyél velünk, hogy mindig benned reménykedve élhessünk. Ámen. Az Úr Jézus tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Ámen. Foglaljunk helyet. Örömmel hirdetem, aminek mindannyian tanúi is voltunk, hogy a mai istentiszteleten részesült a keresség szentségében Dombó Gábor és Szép Anikó tajtótfalui szülők, Blanka nevű első gyermeke. Sok örömöt, áldást kívánunk ezután is az életükre. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Hansági Dénesné Mesterházi Judit Kossuth utcai testvérünk temetése június 12-én, két hét múlva szombaton lesz, délután 4 órakor.
Ugyancsak együtt érezve hirdetem, hogy Boda Ferenc 68 esztendős korában elhunyt jóságdűlői testvérünk temetése tegnap 12 órakor volt. A vigasztalás igéi az első korintusi levél 15. részének 26., illetve János első levele 3. részének 8. verséből szóltak így. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Azért jött el az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Kívánunk vigasztalást a fájó szívű családok életére. Emlékharangokat hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. 24-én emlékeztek szerettei Dömösi Lídiára halálának 28. évfordulóján, illetve a Dömösi család régebben elhunyt tagjaira. 3 emlékvers szólt. Ma szól 3 vers a 17 esztendeje elhunyt Bödös Istvánné Dömösi Lídia emlékére. Június 4-én pénteken pedig 2 vers fog szólni Tóth Imre halálának az első évfordulóján. Szeretettel kívánunk áldást elhunyt szeretteink emlékére, illetve a rájuk emlékezőkre. Köszönettel hirdetem az adományokat Isten dicsőségére egy asszonytestvér 5000, templomfelújításra egy presbiteri család 10000, egy özvegy asszonytestvér 10000, egy presbiteri család 10000, ifjúsági misszióra egy özvegy asszonytestvérünk 10000, temetőgondozásra egy özvegy asszonytestvérünk 10000 forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat és a pershelyekbe elhelyezett adományokat is, áldja meg az Úr a jókedvű és bőkezű adakozókat. Szeretettel hirdetem, hogy jövő szombaton, június 5-én 6 órától a konfirmációi beszámolóra kerül majd sor. 8 leány és 4 fiú készül erre a bizonyságtételre, tehát ez jövő szombaton 6-kor itt a templomban van, vasárnap mához egy hétre pedig 10 órától konfirmációi istentisztelet lesz, amelyre várjuk a kedves testvéreket is nagy szeretettel. Mindannyiunk előtt ismert, hogy június 4-e a trianoni békediktátumnak a fájdalmas emléknapja, illetve nemzeti összetartozásunk napja. Ezen a napon, ahogyan ez lenni szokott, települési megemlékezést tartunk, mégpedig a Trianon emlékműnél a napján június 4-én 5 órától. Erre az alkalomra szeretettel hívják és várják a testvéreket. Mi magunk is csatlakozunk a meghívókhoz, hiszen ahogy lenni szokott, igeszolgálat, imádság is lesz, vegyünk részt ezen az alkalmon. Szeretettel kérjük a presbiter testvéreket, hogy az istentisztelet után a gyülekezeti terembe legyenek szívesek majd átmenni egy rövid megbeszélésre. Végül még összefoglalva hirdetem az alkalmainkat. Pénteken 5 órától lesz tehát trianoni megemlékezés az emlékműnél, szombaton 6 órától konfirmációi beszámoló istentisztelet, vasárnap 10-től pedig istentisztelet lesz, amelyen konfirmációi fogadalmat tesznek a fiatalok. Szeretettel hirdetem még a testvéreknek, hogy a jövő hét elején, tehát ma délutántól csütörtök reggelig nem leszünk itthon, tehát nem lesz hivatali idő sem. Csütörtök reggeltől azonban visszaáll a megszokott élet, tehát így péntek, szombaton, vasárnap következnek majd az alkalmak is, illetve ügyintézésre is, ha valakinek szüksége van, akkor természetesen lesz lehetőség. Szeretettel kérem a testvérek imádságát a holnapi napon kerül sor az úgynevezett doktori cselekményekre. Ez egy jó pár esztendőn át tartó munkás időszaknak a tulajdonképpen a munkás lezárása. Délelőtt 9 órától 3 szigorlatban lesz részem, tehát mintegy 2 órában kell majd a hétfős bizottság előtt számot adnom a teológiai ismereteimről. Délután 1-től 3-ig pedig a doktori dolgozatomnak a téziseit, tehát az állításaimat, amiket én ott megállapítottam, ezeket kell ugyancsak azelőtt a bizottság előtt megvédelmeznem. A bizottságnak az elnöke, főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv, aki ugye zsinati elnök is volt, és a Tiszántúli Egyházkerületnek a püspöke 18 éven át, ő maga is rendszeres teológus, tehát egy igen komoly felkészültségű szakember, ő lesz a bizottságnak az elnöke, és rajta kívül természetesen mindannyian teológiai doktorok, döntően docensi, illetve van adjunktus is közöttük, tehát mindannyian már több esztendeje tanító egyetemi oktatók, akik előtt vizsgáznom kell. Lényeg a lényeg, hogy szeretettel kérem, ha
erejükbe, idejükbe belefér, akkor tessenek imádságban hordozni ezt a holnapi napot, hogy a felkészültség az ne legyen kevés, illetve hogy a jó atya adjon az ő irgalmából szellemi és lelki jelenlétet mindazon dolgokról való beszélgetéshez, amelyekre az elmúlt esztendők munkája során eljutottam. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket jelentem végül, a 167. dicséret lesz, 167. énekünknek mind a három versét énekeljük el, és szeretettel kérem a testvéreket, most valami olyasmit csinálunk, ami talán volt már valamikor az elmúlt 9 esztendőben, de nem túl gyakran szokott. Hollandiában, Skóciában megszokott dolog, hogy az énekeknek az utolsó verszakánál, akkor, hogyha abban úgynevezett doxológia van, tehát Szent Háromság dicséret, akkor feláll a gyülekezet. Tehát én miután a 167. éneknek a harmadik verse az maga a doxológia, az atyát, a fiút és a szent lelket áldom, szeretném kérni a testvéreket, amiben én most nem fogok tudni segíteni, mert állva nem tudok orgonálni, viszont erre mindannyian figyelünk, hogy a harmadik verszaknál tessenek felállni, hogy így dicsérjük állva a mi Szent Háromság Istenünket, azután pedig a templomot elhagyhatjuk. Szeretettel kérjük, hogy mindenki figyeljen a szociális távolságra, túl közel azért ne menjünk egymáshoz. Záróének, tehát a 167. éneknek mind a három verse, a harmadik verse, szeretettel kérem, hogy a Szent Háromság iránti tiszteletből álljunk majd fel.